konok és megáltalkodott emberekkel nincs mind vitatkozni. Pál apostol arra utal, hogy Pál apostol a konok megáltalkodott és keményen beszélő emberektől elkülönítette hívőket. Az elkülönülés az alapvetően fontosságú volt. Tehát ezekkel nincs értelme vitatkozni, mert csúnya veszekedések származnak ebből, és nincs erre neked időd, energiát, hogy bárkivel is veszekedjél. A konok megáltalkodott embereket az útjára kell engedni, el kell bocsátani, nem érdemes vele vitatkozni. Ugye Apcsel 19-ben található az, hogy némelyek megkeményítették magukat, az eredeti kifejezés a konokságra is utal, gonosz nyelven beszéltek, arról is beszél, hogy megkeményítették a szívüket ezek az emberek, de ezekkel a Pál apostol utána nem foglalkozott, hanem elkülönítette őket, ezeket nincs értelme evangelizálni. És még egy dolgot hadd mondjak, az elkülönülés és a megbocsátás az két különböző dolog. Tehát az, hogy Pál apostol elkülönítette a tanítványokat ezektől a megáltalkodott vagy konok emberektől, az nem azt jelenti, hogy az egész gyülekezet haragudott vagy neheztelt a konok megáltalkodott emberekre. Hanem az elkülönülés az azért történik meg, hogy az Istennek a munkája folytatódjon, mert a gyülekezetek azért jönnek létre, a közösségek azért jönnek létre, hogy ne fék rendszerek működjenek az Isten tiszteleten, ne konok emberek azért jönnek az összevetelekre, hogy egy erőt, lázadást képviseljenek az Isten szelleme előtt, hanem azért jönnek el, hogy a dicsérettel, az imájukkal, az Isten igényének a hit által való hallgatásával és elfogadásával építsék föl Isten dicsőségnek a jelenlétét olyan módon, hogy még az atmoszféra is megteljen a Szent Szellemnek a jelenlétével. És a konok megáltalkodott makacs emberek, akik ráadásul rágalmaznak, szidalmaznak, gyalászkodnak, azok nyilvánvalóan olyan atmoszférájuk van, amely alave hordozzák ezt a börtönt, és nincs értelme állandóan, különösen Isten tiszteleteken, ezekkel viaskodni. Tehát sokszor ma a keresztények azt gondolják, hogy az elkülönülés az azonos a haraggal. De hát látjuk szent embereknél is, hogy van elkülönülés, és szó sincs arról, hogy harag, szó nincs arról, hogy neheztelés van. Keresztelő János, Jézus Krisztus a tanítványait egymástól elkülönítették. Miért különítette el Jézus a tanítványait a keresztelő János tanítványaitól? Mert elkezdtek egymással vetekedni. És Jézus nem azért jött, hogy az egész 3,5 éves földi szolgálata alatt a keresztelő Jánosnak a tanítványaival veszekedjenek a tanítványai. Világos? Hanem szépen elkülönítette őket, és keresztelő János ment a maga útján, és tette azt, amit be kell tölteni, és Jézus is ment a maga útján, és a követői is követték, és betöltötte, hála Istennek, Isten tökéletes akaratát. Vagy, mi mondok még egy példát, Lót Ábrahám. Ott is ugye megsokasodtak a juhok, ahogy szokott lenni, osztozkodás, stb. Nem tudtak megegyezni, és akkor végül rájöttek arra. Ezt be kell fejezni, ezt a fajta ökumenizmust. Ábrahám nagyvonalú volt, mert hitembere volt. Azt mondta az unokaöcsének, figyelj ide, itt van Bétel, menjünk fel a tetőre, a hegytetőre, nézz körül, nézd meg, melyik földet választod, én onnét kivonulok. Nem viszem oda a juhaimat, egy emberem be nem teszi a lábát, az a tiéd lesz. Fölment, Lót nézte, látta, hogy a holtenger környéke a legdúsabb, legáldottabb, olyan volt, mint Éden. Azt mondta Ábrahámnak, nekem az kell. Oké, rendben van. Akkor kezet fogtak, megegyeztek, szia. Soha az életükben nem találkoztak. Soha az életükben már nem volt semmilyen kapcsolat, hanem azt mondta Ábrahám, ha te jobbra mész, én balra megyek. Ha te balra mész, én jobbra megyek. El fogjuk egymást kerülni. De gondoljátok, teszem fel a kérdést hozzátok. Ábrahám haragudott Lótra? Neheztelt Lótra? Nem. Lót neheztelt Ábrahámra? Nem. Külön váltak. A különválás az nem neheztelés.
Úgyhogy hagyjuk abba az óvodázást. Ezt a junior csecsemő kereszténységet. Tessék felnőtt módon élni. Felnőtt kereszténynek kell lenni. Van különállás.